Géppel és kézzel is takarították az emberek az öttevényi csatorna körülbelül 1,5 kilométeres abdai szakaszát, ez a vízelvezető korábban tele volt náddal és mindenféle szeméttel, emiatt pedig egy-egy nagyobb eső után nem tudott elfolyni a csapadékvíz. A belvíz ilyenkor a kertekbe is betört, igaz a házakat általában nem veszélyeztette. A polgári védelmisek kedden reggel 7-től egészen estig tették rendbe a csatornát. Elnádasodott, elburjánzott benne a növényzet, a gaz, nehezen megközelíthető, telerakták szeméttel, mint mellettünk lehet látni. Tehát ennek a rendbetétele történik, ennek a gyakorlatnak a keretében 38 fő részvételével a településekről, illetve a Moson-Magyaróvári vizitársulat 5 főjével, akik pedig egy kotrógéppel dolgoztak ez idáig, hogy hozzáférjünk a csatornához, a továbbiakban pedig motoros fűrésszel, illetve különféle nád fűnyírása alkalmas eszközökkel írtják itt a csatorna partját, hogy megközelíthető legyen, hogy a vízfolyás biztosított legyen. A csatorna tisztítás tulajdonképpen éles gyakorlat volt a polgári védelmisek számára. Ilyen gyakorlatot évente kötelezően kell tartani, most a gyakorlat keretében Abda régi problémáját is megoldották. 5 település közel 50 emberrel vett részt a hasznos és eredményes akcióban, még a polgármesterek is a helyszínen követték az eseményeket. A közös munkának most Abda látta az előnyét. Körülbelül olyan 1,5 kilométeres belterületi szakaszt érint, ahol a kertekbe szokott felszivárogni a víz, tehát épületet nem veszélyeztetett, de a víznek az az útja, hogy ezt le kell vezetni, tehát az öregek, a régiek azért találták ki ezeket a csatornákat, azért építették meg, hogy ezeknek voltak funkcióik a múltban, és a jelenben is, mert ugye hát ez nem változott, tehát a végső cél az lenne, hogy ezt a csatornát élővé tudjuk tenni. A Győr melletti településnek régi álma, hogy teljesen rendbe tegye az öttevényi csatornát, ami már sok fejtörést okozott az itt élőknek. Az önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőséget arra, hogy egyszer és mindenkorra kitakarítsák a vízelvezetőt, ez azonban legalább 30-40 millió forintba kerülne.